Ez a több szem közt, jó estét kívánok! Köszöntöm stúdiónkban Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét, akivel a Székelyföldi megyében történt politikai és gazdasági fejleményekről beszélgetünk. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, eljött hozzánk. Ön azt mondta a minap, hogy ahogy Antal Árpád kiállt Sepsiszentgyörgyért és Erdélyért, Székelyföldért, ugyanúgy áll ki a város is mellette. 10 és valahány ezer aláírás gyűlt össze azért, hogy Antal Árpád folytathassa a munkáját az elkövetkezendőkben. Az aláírások másodpéldányát átadták Antal Árpádnak, hogy tegye le a hatóságok asztalára is. És ha leteszi? Hát egyrészt én azt gondolom, hogy immár eredményről beszélhetünk, hiszen jobb belátásra tértek, és lehetőséget teremtettek azt, hogy a választáson induljon Antal Árpád. Nekem és jó néhányunknak szent meggyőződésünk volt, akkor is, most is, hogy mindazt, amit végzett, azt tisztességesen, hibátlanul végezte, és ez ki is derült, hogy a támogatottsága óriási, hiszen naponta Sepsiszentgyörgyön 1000 támogató aláírás gyűlt össze akkor, amikor elindítottuk az aláírás gyűjtést. Az aláírás gyűjtést két ok miatt indítottuk el. Az egyik, mert ezt kéri a törvény, másrészt pedig mi is szerettük volna látni, hogy mi az emberek véleménye Antal Árpádról, és nyilván ez egy jelzés kifele is. És kiderült, Sepsiszentgyörgy lakossága egy emberként állt ki Antal Árpád mellett, gyakorlatilag ugyanúgy állt ki Szentgyörgy a polgármesterünkért, mint ahogy a polgármester kiállt az elmúlt időszakban Sepsiszentgyörgyért, Székelyföldért egyaránt. És ez a dolgok természetes rendje, így kellene működjön minden településen, gyakorlatilag mindenhol egy tisztességes együttműködés az emberek és a választott tisztségviselők között. Most akkor nincs semmi akadálya annak, hogy Antal úr induljon a önkormányzati választásokon. Ennek semmi akadálya nincsen. Uh-huh. Kedden a jelöltségét igazoló dokumentációt letettük a megyei választási bizottsághoz, és annak rendje módja szerint helyi tanácsosi, illetve megyei tanácsosi listák esetében is, és annak rendje módja szerint végezzük a dolgunkat, egyrészt a mindennapi feladatot, másrészt nyilván figyelünk az egyik szemünkkel a választásra is, hiszen június 5-én helyettossági választás lesz, és minket is érdekel. Nem ez a legfontosabb dolog. Tehát nézze, bukaresti politikusoktól eltérően mi nem választásról választásra, ígéretről ígéretre élünk, hanem programokban gondolkodunk. Persze tagadhatatlan, hogy odafigyelünk arra, hogy vannak időnként választások is, és oda is kell ezekre figyelni, viszont a programok a legfontosabbak. Programok, amelyeket kitűztünk, célok, amelyeket el akarunk érni, utak, amelyeket meg akarunk csinálni, hidat, amit építünk, kórház, amit rendbe akarunk tenni. Ezek programok, és ezek átívelnek heteken, hónapokon, választásokon. De természetesen azért a kampányok 4 évenként ismétlődnek, és ezt valamiképpen a választók tudtára kell adni, akárhogy is nem szeretnek kampányolni. Ezzel sem értek egyet, hiszen mi nem kampányról kampányra élünk, hanem, és nálunk nem, a kampány az, ha úgy tetszik, idézőjelbe tett kampány, az nem a választás előtt 30 nappal kezdődik, hanem a kampány a választás után a következő naptól kezdődik. Ez a következő mérjében. Igen, tehát élni is, gondolkodni is úgy kell, tehát mi úgy is dolgozunk, hogy nem akkor dolgozunk, amikor kampányszerűen kell dolgozni, hanem dolgozunk elejtő végig úgy, mintha kampányban lennénk. De ez a politika természete is egyébként. Hát egyeseknek nem, mi ezt így éljük és így látjuk. Hogy tévedünk-e vagy nem, azt majd aztán az idő megmondja. Így viszont van. Az igaz, hogy ezt, és alá szeretném ezt még egyszer húzni, szeretnénk kiirtani mindenki fejéből azt, hogy választásról választásra lássa a világot. Nem az a jó megoldás. A jó megoldás az, hogy a problémák megoldását kell látni, a programokat kell látni. Egyébként 8 évvel ezelőtt, amikor a megyei önkormányzathoz kerültem, munkatársaimat összehívtam, és elmondtam világosan azt is, hogy nem az érdekel, hogy mennyi pénz van a kasszában, hanem az érdekel, hogy milyen problémákat akarunk megoldani.
Mert ha meg tudjuk határozni, melyek azok a kérdések, amelyeket meg akarunk oldani, akkor hozzá meg lehet keresni a jogi megoldást, meg lehet keresni a technikai megoldást, és meg lehet keresni hozzá a pénzügyi forrásokat. De ha csak úgy gondolkodunk, hogy van 100 lejünk, és akkor ebből valamit kell csinálni, akkor abból nem lesz soha tökéletes munka. Éppen ezért mondtam azt, hogy problémákat kell meghatározni, kérdéseket kell feltenni, jó ügyeket kell találni, és ahhoz egészen biztos, hogy a finanszírozási részt is meg lehet szervezni. Van egy olyan kérdés, például a fürdőfejlesztés, a fürdőépítés, a Székely fürdőépítő program, amit évekkel ezelőtt kitaláltunk, elképzeltük, hogy mit kellene csinálni Háromszéken, Székelyföldön, és hozzátaláltunk uniós forrást, kormányzati támogatást, saját költségvetést, és ott, ahol nem volt olyan sok pénzre szükség, Kalákában is Kalákában megoldottuk. Is. Így van. Igen, ezt követtük, szép volt egyébként, de most szóköztünk maradjon, feladta a leckét néhány kollégájának, de menjünk tovább. Nem ez a célom, megmondom nem őszintén. Ez a célja. Nem a célom, tehát nem célom nekem a szomszédoknak üzengetni. Értem. Én csak azt mondom el, hogy mi hogy csináljuk. Jó, rendben, helyes. Annyit tudunk, amikor februárban ön találkozott az Egyesült Államok bukaresti nagykövetével, ha jól tudom, a nagykövet úr Szentgyörgyön járt, akkor aztán az RMDSZ küldöttsége élén Kelemen Hunor szövetségi elnökkel Washingtonban tájékoztatta az amerikai törvényhozókat az erdélyi magyarság jogtiprásairól. Erre fel most hírlik, hogy újra tárgyalják a Székely Vikó kollégium ügyét. Mit tud erről? Nézze, hogy ez egy olyan ügy, amely Washingtonig szól, az egészen biztos. És ez rendjén is van, hiszen azt gondolom, hogy akkor tudunk mi eredményeket elérni itthon, Székelyföldön, Erdélyben, hogyha pontosan megfogalmazzuk azokat a kérdéseket, amelyek nekünk fájnak. Akkor tudunk eredményt elérni, hogyha ehhez keresünk román partnereket. Mert sok más gondolkodású embertől eltérően azt állítom, hogy a bukarestiek, a románok nélkül nem tudunk eredményt elérni. Tehát őket valamiképpen meg kell győzni. De ehhez szükséges, hogy egy alulról jövő kezdeményezés legyen, keressünk partnereket, és három, ami rendkívül fontos, külföldi, kintről jövő más intézmények által megfogalmazott, ha úgy tetszik, vélemény, nem mondjam azt, hogy nyomás, mert ezt nem szeretik ezt a szót, de vélemény legyen. És ilyen esetben az Európai Unió intézményei, és igen, a washingtoni külügyminisztérium az egész jó véleményeket, pozitív véleményeket fogalmazott meg, ami a Székely Mikó kollégium ügyét illeti, ami az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását illeti, ami az anyanyelv használat, a szimbólumaink használatát illeti. Hát tessék megnézni például a legutóbbi, a 2015-ös amerikai országjelentés, Romániáról szóló országjelentést, ahol ezeket a kérdéseket ismét felsorolják. Az egy másik kérdés, hogy a román média ezt módszeresen elhallgatja, de nem lehet mindig berakni a födő alá ezeket a dolgokat, különösen, hogy különböző nagykövetségek, kancellárják asztalára ezek az országjelentések oda kerülnek. Tehát rendkívül fontos számunkra elsősorban megfogalmazni az igényeinket, kettő, román partnereket keresni, és korrekt módon a román kormány, a román parlament elé tárni ezeket a dolgainkat, és három, külföldi partnereket keresni. Kelemen Hunor elnök úrnak az amerikai útja is ebbe a sorba írható be, és sikeres konzultációsorozat eredményezett ez az út. Elnök úr, az, hogy a Bukarestbe meg kell találni a román partnereket is. Önök keresik az igazságot, ez teljesen természetes, de minden helyi lehetőségeket kimerítve Bukarestben alig ha találják meg a jelenlegi politikai hangulatban. A politikai hangulatban egyre nehezebb. Egyre nehezebb. Tehát nézze, én nem vagyok optimista, mert én is ebben az országban élek, és látom, hogy éppen optimizmusra sok okunk nincsen. Én azt mondanám magunkról, hogy eltökéltek, elszántak vagyunk különböző kérdésekben. Mert hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy amit kérünk, az nem valami ördögtől való dolog, hanem például olyan, mint az Európai Unió országaiban minden egyes közösségnek, nemzeti kisebbségnek jár, katalánoktól elkezdve a finnországi svédeken keresztül a dél-tiroli németekig, akkor azt mondom, hogy nekünk sem kell más, csak az, ami az Európai Unióban másnak van. Ha meg vagyunk arról győződve, hogy a szándékaink tisztességesek, tiszták, hogyha az, amit mi kérünk, az nem valami ördögtől való dolog, akkor ezt
felemelt fejjel, nyílt arccal lehet kérni a Bukarestben székelő román politikusoktól. Az egy másik kérdés, hogy elég zavarosodta épp a széljárás, mert nem lehet pontosan tudni, hogy akkor éppen most mi történik, lassabban őrölnek a bukaresti malmok, viszont meggyőződésem, még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy román partnerek nélkül nem tudunk lépni, és fontos ehhez a nemzetközi intézmények, külföldi, ha úgy tetszik, nagyhatalmak véleménye és iránymutatása, hogy finoman fogalmazza. Elnök úr, folytatódik a magyar feliratok és jelképek elleni hadjárat Háromszéken. A megyei tanács kifejezés idegen ezen a vidéken, ezért próbálják önök visszavonosítani a megyeháza, városháza, községháza megnevezéseket, mondjuk megye és község szinten is. Szászvidéken például használatos a Rathaus, ugye? Ön azt mondta, hogy a jelenlegi prefektus se jobb az előbbinél, vagy az előbbiknél, bárkiről is legyen szó. Nézze, elég szomorú az, hogy a kormány megbizottjainak az a legfontosabb dolguk, gyakorlatilag a kormánynak az a legfontosabb dolga Székelyföldön, hogy nézze, hogy akkor mi van felírva, milyen nyelven. Például legutóbb abba is belekötöttek, hogy a megyei tanács elnökének a fejléces papír az hány nyelvű, hogy a román után magyar miért van ott, és a magyar után miért van az angol. Most nem tudom, hogy a magyar nem tetszett-e, vagy az angol. Lehet, hogy az angolval volt a problémájuk. Tehát elég szomorú dolog az, hogy a román kormány megyei megbizottjainak ez a legfontosabb dologuk. Miközben nem egy gyufás doboznyi előrelépés nem eredményezett az ő munkájuk ezeken a vidékeken. Tehát ők gyakorlatilag arra vannak beállítva, mint hogy az egyik meg is fogalmazta egy alkalommal, hogy kézifékek legyenek a megye fejlődése tekintetében. Ilyen szempontból ez egy szomorú dolog. Nyilván a miniszterelnököket, bárki legyen az, eddig is tájékoztattuk erről, hogy ez a dolog nincsen rendben. De ami még ennél is súlyosabb, az, hogy ebben az országban kettős mércét alkalmaznak. Hiszen addig, amíg egységes jogrendszer van Romániában, addig vannak olyan jogok, amelyek a székelyföldieket nem illetik meg. Például a helyi és megyei zászlók használatának a joga. Az egész országban minden megyének van megye zászlaja, Kovászna megyének és Hargita megyének ez nem lehetséges, és ezt ma már nem csak a prefektussal mondatják ki, hanem az igazságszolgáltatással. De ennél tovább megyek. Vannak helyi és regionális identitás és azoknak a megjelenítő szimbólum rendszere. Például Bánát, Körösvidék, Dobrodzsa és így tovább. És vannak olyan térségek, amelyek ma már megfogalmazták maguknak a zászlót, és azokat közszemlére is de teszik. De vannak nekünk erről felvételeink. Na nézzük csak meg. Kérném a kollégákat, hogy játsszák be. Ugye itt van egy... Igen, tehát ez Bukovina zászlaja. A tavalyi év őszén Bukovinában, az egyik városban katonai parádé mellett papok segítségével, hivatalosságok jelenlétében felvonták Bukovina zászlaját. Miközben ugyanebben az országban, Romániában üldözik a székely zászlók kitűzését, akár Sepsiszentgyörgyön, akár Csíkszeredában, de máshol is egyaránt. Tehát az a legnagyobb probléma, hogy kettős mércét alkalmaznak. Miközben például a belügyminisztérium egységeinek, a katasztrófa védelmi egységeknek máshol Dobrodzsa, Körösvidék, Barcaság a nevük, mert például ezen a képen ugye egy situáció de urgence Dobrodzsa, de van olyan, hogy Czará Bőrszej. Tehát miközben a belügyminisztérium... Barcaság, igen. Miközben a belügyminisztérium egységei viselik ezt a nevet, Kovászna megyében ilyen nem lehetséges. Itt van például Moldova zászlaja Piatra Nyámc várán van, a megyei önkormányzata, Nyámc megyei önkormányzat tulajdona és felügyelete alatt lévő intézménye van kihelyezve Moldova zászlaja. És ugyanazban az országban, ugyanolyan törvények alapján Székelyföldön nem lehetséges az, hogy a székely identitást megjelenítő szimbólumrendszert lehessen használni. De itt van például a Bukovina, tehát a Szucsáva megyei katasztrófavédelmi egységet úgy hívják, hogy Situácia de Urgență Bukovina, tehát Bukovina térség nevét használják. Kettős mérce folyik Romániában, és ez a legfelháborítóbb dolog. Ezeket a példákat természetesen mi összegyűjtöttük, és a Mikó Imre jogvédő szolgálaton keresztül
körülbelül 3000 helyre el is küldjük rendszeresen heti hírlevelek formájába a világban. De erre vannak visszajelzések, mert önök azért elég sűrűn felkeresik a szolgálatot, Amikó Imre szolgálatot. Isten malmai lassan őrölnek. Mi viszont mi abban bízunk, hogy a tisztességes, igazságos munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. És ugye itt vannak a prefektusok, erősen sűrűn jönnek, mennek a prefektusok Kovászna megyében, és hát egy szál kormány megbízottat nem találnak, aki azt mondja, hogy hagyjuk nem ezt az állat. Persze, hogy nem is akarnak. Vagy nem is akarnak. Lehet, hogy nem is akarnak. Lehet, hogy egészen más a cél. Én erre nem tudok egyértelmű pontos választ adni, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy ez idáig azok a kormány megbízottak, akiket kineveztek Bukarestből, mondjuk az elmúlt 4-5 évben, azoknak egyetlen egy nagy feladatuk volt, hogy hogy lehet kordába tartani a székelyeket, és hogy lehet a megye fejlesztése tekintetében kézifékeket bevonni, hiszen köztudott dolog, média nagyon sokat foglalkozott vele, hogy Sepsiszentgyörgy főterének a felújítását is megakadályozták, bár látszik, hogy azt a részt, amit nem tudtak megakadályozni, milyen lett, egy világszínvonalú, szép városrendészeti terv alapján elkészült új főtérről van szó, és a másik felén, amit megakadályoztak, most egyelőre földkupacokat lebb be a búrján, mert nem engedik dolgozni az embert. Igen. Elnök úr, ezen közben ön sajtótájékoztatón jelentette be a minap, hogy indul a megyei tanács elnöki tisztségért. Már letette az erre vonatkozó dokumentumokat, hiszen már le kellett tenni, nem? Vagy... Kedden éjfélkor járt le a letevési határidő, minden erre vonatkozó dokumentációt letettünk, több mint 30 ezer támogatói aláírás gyűjtöttünk a megyei önkormányzati listára. Úgy, ahogy ön is említette az imént, több mint 10 000 aláírást gyűjtöttünk Antal Árpád indulásához. A Kovászna megyében lévő 45 közigazgatási egységből 40-ben indítunk jelölteket, hiszen van 5 olyan közigazgatási egység, ahol 99,9%-os románság van, itt magyar polgármester jelöltet nem indítunk, viszont minden más, mind a 40-ben indítunk, és én úgy érzem, hogy jó eséllyel mind a 40-et meg fogjuk nyerni. De hírlik, hogy MPP-t jelöltet is támogatnak egy-két-három persze, községben. Azok is a mi jelöltjeink. Éppen ezt akarom elmondani. Értem. 3 településen, Gelencén, Zabolán és Málnáson MPP-s polgármester jelöltet támogatunk. Mi nem indítottunk jelöltet, és őt támogatjuk teljes szervezési kapacitásunkkal. Itt ezeken a településeken csak RMDSZ-es lista indul, úgyhogy RMDSZ-MPP megegyezéssel kerültek fel a tanácsos jelöltek a listára. Illetve Vargyason egy jelenlegi EMMP-s alpolgármester, aki függetlenül indul, őt támogatjuk. Ő is lesz egyébként meggyőződésem szerint a polgármester, egy ügyes fiatal ember, és az RMDSZ itt sem indít önálló jelöltet, hanem a független jelöltet támogatja, és teljes kapacitásunkkal odaállunk annak érdekében, hogy ő legyen a polgármester, mert meggyőződésünk, hogy jó gazdája lesz a községnek. Nézze, nem a párt tagkönyvet néztük elsősorban, hanem azt néztük, hogy legyen tisztességes, rendes ember, és 2 igen fontos feladatot végezzen el. Egy a település fejlesztés, és a másik a közösség szervezés. Tehát számunkra ezek a legfontosabb dolgok, otthon 3 széken. Persze, a megyei tanácsosi listáról ön elmondta azt is, hogy az első 20 helyen szereplő jelöltek fele új, tehát új arcok is jelentkeznek, és úgy általában a felhozatallal elégedett lehet? Nézze, mindig lehet jobb is. Igen. És akkor vagyunk, akkor tudunk fejlődni, hogyha mindig a jobbra törekszünk. Ebben a pillanatban az van, hogy a megyei tanácsosi listának az első 20 befutó helyére, befutó helyén fele új jelenkező, és amint említettem, a 40 polgármester jelöltből 25%, vagyis 10 szintén új polgármester jelölt. Legfiatalabbak egyébként 32 évesek, van 2 32 éves polgármester jelöltünk, akik már dolgoztak, bizonyítottak, sok energia van bennük, megjárták Bukarestet, más városokat, dolgoztak a megyében is, tehát én azt érzem, hogy a folytonos fiatalítás, a folytonos új erők bevonzása segít és előre viszi a közösségünk életét. Hiszen ha azt mondom, hogy korszerűsítik a megyei egészségügyi rendszert, egyik legjelentősebb beruházások közé tartozik a megyei kórház teljes felújítása, korszerű felszerelés, civilizált körülmény lesz hamarosan a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf kórházban. Nem? Kampányszöveget nem fogok mondani. Nem is szoktam az embereknek konkrétumokat ígérgetni, főleg nem kampányban.
viszont azt igen, hogy minden tisztességes kezdeményezés mellé odaállunk. Utat és hidat kell építeni, ezt várják el tőlünk az emberek. Minket azért bíztak meg, hogy utat, hidat építsünk, és az egészségügyi rendszert tegyük rendbe. A tavaly évben 102 km aszfaltutat építettünk, az idei évben befejezzük az Oldhidat Ajta és Apáca között, és több pénzünk van útépítésre, mint a tavalyi évben, amennyit felhasználtunk. A kórházat befejezzük, 60 millió új lejből építettük újra a megyei kórházat, ennek fele fizikai építkezés, és a másik fele pedig új korszerű orvosi műszerek beszerzése. De ez a dolgok csak egyik része. Ez az a része, ami megfogható. A másik része pedig érzelmi kérdés. És azt gondolom, hogy a közösségépítés a másik része kell legyen. Tehát nem csak a közösségi szimbólumok, hanem maga a közösségépítés, a rendezvények szervezése, és főleg a képzés. Olyan képzés sorozatokat indítottunk el, amely továbbképzés jelent, ami felnőtt képzés jelent, ami gyakorlatilag kenyérkereseti lehetőséget ad a háromszéki embereknek. Méhészet, sajtkészítés, több mint 150-en végezték el a sajtkészítő kurzusainkat, hiszen látjuk azt, hogy a tejbehozatali liberalizáció után 50-ban érveszik a gazdáktól a tejet. Ez tisztességtelen dolognak tartjuk. Éppen ezért alternatív megoldásokat találtunk ki, sajtkészítők tanfolyamot szerveztünk, kisüzemet indítottunk el, létrehoztunk egy olyan egyesületet, amelyik támogatja a szövetkezeti rendszereket, és igen, szövetkezeti rendszerben felvásárló, feldolgozó és értékesítő szövetkezeti rendszerben gondolkodunk, ami a tejes gazdák ügyét illeti. Közösségépítés. Tehát a legfontosabb az építkezés, a fizikai építkezés, út, híd, kórház, és a másik pedig a közösségépítés. Ennek része a kulturális rész, ennek része a rendezvényszervezés, és ennek része olyan képzések, amelyek pénzkereseti lehetőséget adnak az embereknek. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, ennyi fért műsorunkban. Jöjjön hozzánk gyakrabban. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket önökkel. Jövő héten a megszokott órában találkozunk, viszontlátásra.